Most elmondom, mit tehetsz, mit nem lehet. Fütyülőd, napszámba nem veheted. Kielégülnöd, csak mással lehet. Ha kell csaj, én bármikor szerzek neked. Ne nézzél leszbiket, semmi feket. Van csajod, bármikor megtömheted. Ha nem tömöd, tömi más még te veled. Virtuál baszod el az életed. Hagyd el a rejszolást, kolbászolást. Kolbászod, csapbácod, meglásd, csodás. A pornó csak megtéveszt és meggyengít. Nő téged többé ki nem elégít. Most elmondtam, mit tehetsz, mit nem lehet. Szexfilmre fütyülőd, nem verheted. Másra használjad az internetet, ne baszd el pornóval az életed. És akkor azt mondta, volt pofája azt mondani, hogy nem akar velem lenni, érted? Aha. Hogy nagyon szeretne, csak nem tud. Igen. Tényleg megteszi ezt ezzel a hülye kutyával, és aztán balképe ezt tenni velem. Aha. Pedig én tudod, azt éreztem, hogy megérkeztem. Ismered ezt az érzést, amikor eltűnnek a fejedből a hangok? Mert olyan egyértelmű valakivel mulatni az idő. Na, hát én ezt éreztem, hogy megérkeztem, de ő nem tudja elfogadni, hogy a boldogság az igenis ilyen egyszerű dolog. Ez olyan, mint mikor valaki elszívta az összes szerető energiát. Van ilyen szó? Úristen! Szóval, hogy nem vagyok már képes. Értem. Ez olyan jó. Olyan kevesen vannak. Igen. Hát amikor csak így élvezni akarod, és aztán így... Pontosan. Ugye? Igen. Igen. Mert tulajdonképpen ő kihasznált engem, hogy feljebb jusson, és rajtam lépkedett felfelé, nem? Igen. Igen. Elmentem vele a 10 éves osztály találkozójára. A 10 éves osztály találkozón velem bírogott, hogy féltékenyítenje velem a volt csaját. És mindenek a végkező kurva kutya. Igen. Amúgy a kutya az tényleg elég durva. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy így abban, amit így mondasz, hogy azért így egy bölcs. Ugye? Miért szeretek én vele mindig az ilyen pöcsökbe? Hát azért annyira még nem ismerlek, hogy ezt ki tudja elemezni. De azt hiszem, hogy te beleestél abba a hibába, amit én csak úgy hívok, hogy jövőre jó lesz. Hát, hogy így elviszed neki, amikor azt mondja, hogy figyelj, baby, ez az utolsó karácsony, amit nem tudunk együtt történni, de jövő meg. Tényleg ezt mondtad, de honnan tudtad? Tudtam. Bárcsak ő is így megértett volna. Kávagy is a barátok vagyunk. Az tényleg, mármint, hogy azért meg is lehet lőni. Miről beszélsz? Hát így gondolj bele, hogy megismer egy fantasztikus csajt, és akkor egyszer csak így rá kell ébrednie, hogy ő még erre nincs kész. Hát, hogy ez nem rólad szól, hanem jól. Ahogy ő fél. Mitől fél? Hát, hogy csak elmondani tudja. De édes vagy, hogy nem vesz részt, hogy milyen vagy. Hát hogy így elveszed neki, hogy nem érsz semmit. Mert szerinted igen? Tiszta Hollywood. Nem? Hát ilyen jelenettel végig az összes romantikus vígjátéka. Láttatok, hogy mennyire vagyunk ingetlen sétnánk előtt elcsapat volna az a bizonyos első csók. Na jó, nyilván ott is akkor ezt így nem gondolja az ember. De elég egyértelműen, hogy az egész beszélgetés csak a csókról szól. Igen, nagyobb itt a beszélgetés, aminek már másnap egyetlen szalára sem emlékszik egyikőtök sem,
és közben végig azt vadászol, hogy mikor jön a pillanat, amikor megcsapolhat. És hát nyilván adódik is egy csomó ilyen alkalom. Szóval így elég jön az összeset, és akkor ilyen huszukás az a... Az ilyen savarni múlítva, az a kedvez múlítva, amikor. És akkor így kijöntött elő az összeset a rejnát, aztán így áthúzta maga elé, és akkor egy egyesével így visszapakolni, így órán keresztül így pakolta a múlítudat, majd látom, hogy szó sem jött a nagy időt. Tanultál meg ilyen fantasztikusan, mi amikor... Senki sem tudja pontosan, hogy miért, de az összesen elszomszott. Na jó, oké, persze, hogyha eléggé egymást vagytok hangolók, akkor az szép az egész, hogy van egy, az utolsó, amit nem tudsz elszomszni. Amikor minden úgy történik, amit kell. Meséltem már, mikor Marokkóba stoppoltunk? Nem, azt még nem. Tavaly nyáron Marokkóba stoppoltunk, és akkor felvett neked egy nő, aki úgy odaadta a lakását, hogy ő nem is aludt otthon. Aha. És akkor kettesben voltatok egész este a lakásában? Aha. Én még sose voltam Marokkóban. Marokkóban? Hát oda el kéne menned. Marokkó fantasztikus. Olyan hangulata van az egésznek. Ez az óriási ház, képzeld, még medencé is volt. Na, erről beszélek. Jó, igen, oké, jó. Persze nem történik meg, ahogy tervezed. De hogy megtörténik. Megvan, ahogy a hajához nyújtom olyan gyengéden, és mégis tudom meg. Szerintem ott jön el. Nem, vicc, ez nem ilyen egyszerű. Hogy? Hát én például egyáltalán nem szerettem, ahogy a hajamhoz nyújtál. Így értem, hogy utólag mi látszik, de azért nem volt ez annyira egyértelmű még akkor. Uh-huh. Ez volt a második találkozásom, nem? De. És a két találkozás között volt fél év szünet. Szimpatikus voltál, nem mondom, de hogy egyértelműen oda lettem volna, de biztos, hogy még nem. Figyelj már, hogy a második találkozásunk volt, ugye? Igen. Fél évvel az első után, ugye? Igen. És ahhoz, hogy létre tudjon jönni, ahhoz te kijöttél utána Ausztriába. De mi ez nem egyébként? Most arról beszélek, hogy most arra sokkal jobban tudod, hogy hogyan kell a hajamhoz nyúlni. Akkor még csak ilyen kis cuki bénán simogattál, mintha hozzám sem érnél. Most már tudod, hogy azt szeretnél. Érzem a fejbőrőn az ujjaid nyomását, azt nagyon szörödöm. És nem arról beszélek nektek, hogy nem voltunk kíváncsiak egymásra már akkor. Csak szerintem sokkal jobb, amikor ismeritek egymást, és ezért mélyebb az érzelmek és az érzések. Jó, csodás az eleje, de erről van szó. Mondjuk, szerintem ez nem is az eleje, hanem a kezdete. Én értem, hogy Vince szereti ezt a játszmázást, vagy ő szoktam mondani bénázást, de szerintem sokkal jobb, amikor már nem vadászol, hanem a becsempészetedet fárasztod. Amikor már tudod, hogy megvan. Tegnap átugrottam anyádékhoz. Igen, jó, az... beszélgettünk. De jó, az jó. Azért vigyázz velük, mert behálózunk és aztán nem menekülsz. Olyan cukik. Hogy? Cukik. Na most, ha azt mondtad volna, hogy jó fejem, ezt el tudnám fogadni, mert apám, mint cuki. Hát figyelj, annyitól kevés létre jön egy ilyen kis cukiságunk, te vagy. Aha, ez nem túlzás egy kész. Hát ha így van, tényleg én csak a hülyét hitetkoznak. Oké, szóval hülye vagyok. Nem is azt mondtam, hogy nem vagy össze, hanem azt mondtam, hogy cukiság. Nem, nem, nem. Olyan cuki vagy, mint a Grúkettőben a óriás szemű kis cuki lány. Szóval ilyen, egy cuki golden retriever abszolút. Ne duzzogj az
és aki bejut a Buda áramba. Remélem felségé, gyakran szervezed a Budiában. Fúj, ezek a hülyek, hogy viccelek, Istenem! Jó, igen, ezek szerintem is rémundorítóak, meg gáz, meg alpáni, de mit csinálj, hogyha egyszer imádol ezeket? Én alpáni vagyok, igen, alpáni. Mondjuk ennek az összes előnyét élvezet. Hangjál ébred, nincs is szektor. Nincs egy gyűlött élet, szert van a szív egy gyűlt. Reggelinek, vacsinek, téged kérlek én. Addig leszek a teszerted, amíg élek én. És a fáradt vagy, a vállalom, nyugodtan pihenhetsz. Addig ígérj meg nekem, hogy sohasem már sem szeretsz. Mi mindent megbeszéltünk egymással, és általában el is fogadtuk egymás furcsaságait. Na jó, persze nem a legelején, mert amikor még nem látjuk egymást. Ma már mint hogy akkor még nem kell elfogadni, mert a másik legfurcsább furcsasága is a legédesebb és legfantasztikusabb dolog a világban. Na, nyilván ismerjük mindannyian ezt az állapotot, nem amikor nincsenek hibák. Amikor minden tetszik, ami neki is. Amikor imádom nézni a Szex és New Yorkot, és azoktól szerinted is egy világhíró srác. Ezek azok a dolgok, amiket az elején a puszta jelenlétével szépen tesz. Hát aztán persze egy idő után szépen lassan rájössz, hogy az autónál nagyobb köcs nincs, és hogy a Szex és New York egy útvar hülyeség, ahol négy régidegesítő nő, amelyeket tenne valami folyton csak nyavadnak. Nem, most komolyan. Van köztetek bárki, és hát a rajongók nem válaszolhatnak, aki érti, hogy mi a bajuk. Hát ideálisan jól élnek, tele vannak pénzzel, sikeresek, és pusztán sztobériából elhozták a párkapcsolataikat, mert valami értetlen ízének nem tud megfelelni egyik sem. Minden? Ne húzd fel magad a Szex és a fülhallgatóval, Léci. Egyrészt már 500 éve lejátszák, mert sikerült az egyik, hogy fülhallgatóval nézem, és akkor téged nem zavar. Amúgy is, akkor szoktam nézni, amikor nem vagy itthon. Na most az, hogy egyrészt minden kurva csatorna végtelenített lukban ezt a szemetet játszanak. Jó, oké, igaz. Mondjuk azért azt megjegyezném, hogy szerintem elképesztően vicces dolog, hogy fülhallgatóban kubasztasz a tévé előtt. Igen, jó, hagyj, igen, hol is hagytam abba? Igen, a párkapcsolat kezdeti szakaszában olyan vidáman izgalmas a másik minden rezdülése. Boldogan ismeritek meg egymás összes hülyeségét. De most ezzel nem azt gondolom, hogy az elejé az nem igaz, vagy hazugság. De hogy is, nem? Nem. Tényleg csodálatos. Csak valahogy a megbocsátás, vagy a türelem, a nyitottság, vagy... Kíváncsiság. A kíváncsiság, igen. A kíváncsiság, hogy az valahogy elmúljon. Még de jó lenne, ha útban adna. Végtelen boldogsággal jelenik az életünket. Nem érdekelnek a szakmai sikerek, a pénz, hogy mit hoz a jövő, hogy mekkora köcs az ottó. Igen. Csak imádnánk egymást. Mert ahogy kezdődött, az maga volt a töké. Na, az máshol sincsen a filmekben, amikor ez megváltozik, csak az első csókig. Oké, jó. Szóval jól megvoltunk. Testileg, lelkileg, ezt nyilván mind ismeritek. A parkban sétálni jó. Esőben a parkban sétálni jó. Hajnalig a városban sétálni alvás nélkül jó. A moziban bármilyen filmet megnézni jó. A szüleit megismerni jó. Jó. Együtt aludni, az jó. Hát igen, aztán szépen lassan megjelenik a
már megítélj, meg a annyira gusztustalan tudsz lenni néha, meg a nem igaz, hogy mindig találkozni kell a haverjaiddal. Meg a elbéselejtező van, ezt meg kell értened, drágám. Meg a jaj, meg mennyire egy óráig válogattál a szoknáid között? Jó, igen, ez is. Na jó, szóval mind, amit másoknál látsz, és biztos vagy benne, hogy veled nem történik meg, egyszer csak valahogy mégis valóságban áll. Én nem tudom, hogy csúszik rá. Pedig tényleg nem vágyunk sokkal, csak egy kis nyugalmat, meg pár csendes órát szeretném. Hogy ne kelljen nekem mindenki gondját megértenem, és empatikusnak lennem, hanem vele. Meg nem, mintha bármi égető probléma lenne, csak az elv. Nem tudtam, hogy szereted ezt a számot. Nagyon szeretem. Tök jó az a kép, amit kiraktál magadról meg az Orsira. Ugye? Uh-huh. Mikor készült? Angol kéte, amikor találkoztam. Igen. Mi van? Semmi. Azt hittem, hogy kettesben lesznek. Hú, egy darabig voltunk, csak kettesben. De miért nem tudtad elmondani, hogy ott lesz az a köcsi? Semmi jelentősége nincs, Vince. Oké. Okay. Ezt már ezerszer megbeszéltük. Igen, ezt már ezerszer megbeszéltük. És mégis úgy érzem, hogy egyáltalán nem veszed figyelembe, amit mondok. De nem veszed figyelembe. Mondtam már, hogy csak barátok. És azért lájkolgatod a dolgokat, amiket kirakod? Jaj, Isten. Ezért kérdezted az előbb. Mhm. És ezért kellett azt mondani, hogy csak kettesben leszünk az Orsival. Gyere, Vince. Nem találkozhatok a legjobb barátommal? Ő nem a legjobb barátod. Ő a volt pasi. A volt pasi. Aki még mindig be akarja ugye úgy itt. Jaj, nevetséges vagy. Ja? Akkor biztos teljesen véletlen, ugye, hogy ő az első, aki bármit kiraksz a falatra, azonnal lájkolja, hogy oda a megállás nélkül szerepes dabocskákat küldözget neked, és hát nem lenne elég, akkor naponta, hát nem akarok sokat mondani, olyan 40 ezerszer hív és vagy küld üzenetet. Figyelj, nincs jó, aki van való, vagy egyedül van. Meséltem, hogy milyen az Otto nem bírja az egyedül. Nincs jó. Ki a faszomat érdekli, hogy nincsen jó? Hát én nem vagyok jó. Attól, hogyha az Otto szakít a csajával, akkor azonnal megjegyzem, és itt szeretném megjegyezni, hogy ez elég sokszor történik, mert ez egy pörcs. De senkit nem érdekel. Szerintem igazságtalan vagy, Vince. Ezerszer megbeszéltük, hogy barátok vagyunk, és nem akart tőlem semmit, de azt meg kéne értened, hogy nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt, és igen, nagyon fontosak vagyunk egymással. Nem már, tényleg, de most ne. Hát ahogy becsőzik, azonnal eltűnik. És ha jól emlékszem, akkor nem őt szoktad hívogatni, ha bármilyen problémád van, hanem az Orsi. Hát gondolom, most az Orsit fogod fölé, mert ilyen megvan, érzéket meg választani. Én fogom, és neked fog igazadat. Hát persze, hiszen ő tényleg a legjobb barátod. Tényleg nem akarok semmit az Ottótól, nyugodjál már el. De hát én nem mondtam, hogy te bármit akarsz tőle. De ha tudod, hogy nekem nem számít, akkor miért kell mindig ekkora balhét csinálni? Hát túl sokat foglalkozol vele. Mert cinkos voltam. Mert nem tudtad elmondani, hogy ő is ott lesz. Pontosan tudtam, hogy így fogsz reagálni. De hát pont ezért reagálok, mert sumálkodsz. Figyelj, én nem fogok többet sumálkodni, de nagyon szépen kérlek, hogy ne emeld fel ebből a hangodat, jé? Jó, oké. Legfeljebb majd azt fogom kérdezni, hogy ne haragudj, miért hívogat Mr. Marco? Aj, elkezd újra nekem. Mert felhívod az Orsit. Nem, később fogom fölhívni. Jó, jó. Te tényleg szereted ezt a dalt?
szemed olyan kék, mint a legtisztább vég. A hajad oly sima, nincs benned hiba. A hangodon nyugtatom, mosolyod gyilkosom. A bugyit, ha ledobnád, szétkapnám a pillanat. Katival sokat gondolkozunk azon, hogy mi változott. Persze úgy rájövünk, hogy igazából semmi. Jó, fáradtabbak vagyunk, meg kevesebb is az időnk a másikra, de ugyanazt érezzük és gondoljuk egymásról. Csak valahogy a türelem. Az én türelmem sokkal végesebb lett, mint volt. Kapcsolatunk elején fát kellett vágni a türelmet. Most bőven elég egy ismerős mondatkezdés, amiről eszembe jött egy régi beszólása. Meg se várom, hogy azonnal rosszabb lesz. Szóval elkezdtem kutakodni, hogy hogyan lehet ebből az egészből kijutni. Tehát nem a kapcsolatból, hanem ebből a spirálból, amit már annyi haveromnál néztem végig, és tulajdonképpen más se történik, csak végig azon kattogok, hogy nálunk is az lesz a vége. Szóval elkezdtem kutakodni. Egy csomó mindennel próbálkoztunk, nem tudom, balanszprogramban. Az nagyon jó volt, ha egy lila követ lógattak így a fejünkre, és akkor ilyen szemünkkel követtek. Daj, 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 daj. Az abszolút, nagyon jó. De úgy ott volt az is, hogy meg kellett keresni a közös szalmunkat. És el kellett táncolni, nem? Igen. Voltunk táncolni. Voltunk táncolni. Tartottunk őszinte estéket. Ott ugye mindig Mr. Pöcshözük adtunk ki. Mi csináltunk? Új galandizás. Csomó új galandizás volt, általában moziba mentünk. Az is jó volt. Persze, mert 10 percet tanultál mindig. Mi volt még? Wellness. Jacuzzi, az nagyon jó. Na jó, az tényleg, az jó, az bűvő. Az jó, mondjuk kurva drága. Na jó, szóval igazából semmi nem hozta el a váltáttörést. Úgyhogy ugye picit meg is csökkent. Nem is értettem, hogy a nagy aktivitás után mi ez a hatalmas csend. Igen. Én magamban örültem, és hát szépen lassan elfogadtam az elkerülhetetlent, és segítségül hívtam a magánkat. Igen. Én is az ember vagyok abszolút, aki nem tud mobil nélkül vécére menni. Hát ugye régen a lányok egymást nélkül, ma a mobil nélkül nem lehet. Nem, ez tök komoly, tehát ha le vagyok merülve, akkor inkább várom 10 percet, csak töltsön kajdalom. Tudjam közben kapcsolni. Én szerintem ez a legjobb alkalom a Facebookon lájkolgatni. Kendifes következő szintjét megmutatni. Vagy megnézni, hogy mit ajánlik az internet népe, a virtuális életjobbítók, úgyhogy hát például nekem is Google a barátom, ezért
Szóval ezért rákerestem én is, hogy mi a hosszú párkapcsolat titka, jelentem, megtaláltam. Ezt megosztanám, hogy szerintem elég rendben van. Ez a cikk címe, hogy a hosszú párkapcsolat titka. Oké. Biztos, hogy láttam már legalább egyszer az életed során egy nyugdíjas párt, akik mint két turbékoló gerlepár kézzelfogva sétálnak a parkban és cipőstársi mosolyon beszélnek. Álmodozva a saját kapcsolatodra gondoltál, és bíztál benne, hogy az örök szeretet, mint ámorgyila, örökre ízik a szívedben. A pozitív hozzáállás ezen biztosan csak még jobbá teheti a helyzetet. Ez jó. Itt van pár tudni, hogy ez a fény nálatok is örökre lobogjon. Az élet felén rengeteg az elágazás, és a lomboktól nem látni a legrövidebb utat felfelé. De mint a tölgynél, itt is minden ág a napfény felétől, csak némelyik kacifántosabb. A fa tetején üldögélő gerlepárnak ugyanolyan nehéz volt odáig felérni, mint nektek. Ne csüggedj! A fontos, hogy mindig felfelé haladjatok. Létezik jó pár izgalmas és tökéletes stratégia, ami segítségetre lehet. Igen. Mindennyien érezzük, hogy ez már most segítség volt. De igazából a tuti tippek most jönnek csak. Úgyhogy ébresztő. Tehát az első stratégia arra, hogy adod meg a párkapcsolatot. Szép meg jól a hosszúnak. Figyelj! Régi módi illemtani szabályok. Lehet, hogy korszerűtlennek tűnnek, de mégis egy jó borhoz hasonlítottak ezek az iratlanban nyílt szabályok. Minél patinásabb, annál értékesebb. Bár a mai rohanó világban nem szoktuk megbecsülni azt, ami régi. Fontos figyelembe venni, hogy az antribútor többet ér, mint az ikrakonó. Ne feledd, a jó neveltség és az udvariasság a kapcsolat alapjai, mint fának a gyökér. Erős gyökerek nélkül a fa kidől. De ha az alapok erősek, egy tornádó sem tudja kikezdeni ezt. Olyan szavak vagy kifejezések használata, mint például kérlek, köszönöm, elnézést, vagy lehetséges, hogy sokat számítanak a fa tetejére vezető úton. Senkinek nem kérül semmivel, hogy a másik iránti tisztelet jeléül használja a pisztihan, vagy az instálon kifejezéseket. Jó, nyilván az a végét azt már értettem oda, de oké, de hát, hogy tényleg, tehát, hogy attól lesz hosszú párkapcsolatban, hogy néha azt mondom, hogy lehetséges, hogy... Jó, oké, de én elfogadom. Nézzük egy próbát szerintem, nem? Tehát az lenne a legjobb. Tehát akkor a hosszú párkapcsolat, a stratégia, a kísérlet, csak olyan. Lehetséges, hogy az Orsival hármasban csináljuk. Jó, hát ez a stratégia megfogott. Azt szeretném egyetemű. Hál' Istennek van még itt a tarsajban bő. A kedvenc a következik. Tehát szerintem, ha ezt magatokkal viszitek, már nyertetek. Oké, szóval akkor a tuti stratégia. Jó? Figyeljetek, mindenki figyel. Nagyon szépkos vas. Igen? Ez baj? Szerintem nem baj, csak előítélet. Nem, ez nem előítélet, én ezt már olvasom. De egyébként, ha előítélet lenne, az milyen baj? Te jössz mindig azzal, hogy nem szabad előítéleket itt, de most pont ugyanazt csinálom. Ez egy újságcikk. Nem akarom. De egyébként meg miért lehetne véleményem arról az újságíróról, hogy magát annak nevező nyomorban szól, aki külföldi oldalakban aláfogja a cikkeket, az bedobja a Google Translate-be, és aztán eladja a saját. Rémisztően nagy képük vagy. Szerinted? Ez most hú, de megmondtad. Oké, okay, jó. Persze, csak légy szíves, ne legyünk meg felhigyázni, jó? Oké, okay. Na, igen, szóval a tuti stratégia, hogy adom meg a párkapcsolatot. Akkor figyelem! Aludjatok külön ágyban. Jó, oké, okay. Na. Nem, még egyáltalán nem értem. Nem baj, ezt is megmagyarázom. Figyelj! Szinte magam előtt látom, amint már a gondolat hallatán felgyullad a kis lámpa a fejedben, hogy én erre nem is gondoltam. Úgy gondolod, hogy ez gyógyír lehet az érzelmeitek tengeri viharában táncoló kis labiknak? Ez így van, hiszen ez egy bölcs tanács. Egy bizonyos idő után a szenvedély alánk vagy, és mindketten szeszélyesekké váltok. A közös élet kis hajóján a kormányzása ilyenkor sokkal nehezebb. Mint egy hosszú hajó kiránduláson, egy kapcsolatban is megjelenhetnek a bezártság okozta klausztrofób érzések. Ilyenkor mindkettőtöknek jobb lehet az egyedül, olyan következtetést is hozhattok, hogy kényelmesebb külön-külön ágyban aludni. Ha kényelmesebb, akkor miért ne?
egyszer mondjad, hogy résztvevő felhéjázó vagyok, meg cinikus, meg előítéletes. Tényleg mondd a szemem, hogy szerinted az, aki hosszú párkapcsolat stratégiájaként a különágban alvást javasolja, mert ez a kishajó meg is belőtt, az nem egy oldalányban van. Nem, megvan. Ez egy csajúta. Ez egy csajúta nincs persze. Ez egy olyan csajúta, akinek soha nem volt pasia, és ettől annyira frusztrált, hogy nem tud másra, mint tanácsolat azoknak, akinek viszont van. Nagyon buzgó vagy. De ez bejött. Nem arról van szó, hogy bejött. Hogy tudsz ilyet állítani valakiről, akit nem is ismersz? Igen, hogy tudsz valakiről úgy véleményt mondani, hogy azt sem tudod, hogy ki ő? Lehet, hogy ez a szerencsétlen nő egyedül neveli 4 gyerekét, és igen, muszáj esténként a takarítói állása mellett ilyen cikkeket szerkeszteni, hogy iskolába tudjanak járni a kölkök. Lehetséges, hogy egy biznisz alatt Nincs ez engem tényleg nagyon gyűjt. Olyan bunkó tudsz lenni, és az a legdurvább, hogy vicces is vagy, nem erről van szó. De úgy meg tudsz bántani embereket, és a legrosszabb, hogy észre sem veszed, sőt, örülsz is neki, hogy röhögnek rajtad, és sikered van. Figyelj már, nehogy úgy, elnézzük, bocsánat, tényleg. Felolvastam egy olyan idióti cikket, amiben annyi baromság van, hogy az hihetetlen. És ebben most odaidottunk el, hogy a világon a legnagyobb halászos halász vagyok. Még nem a cikkről van szó, miért nem akarod megérteni, hogy miről beszélsz? Én értem, hogy miről beszélsz, az egész, hogy nem akarom érteni, hogy miről beszélsz. Nem, Peleg, nem voltál mindig ilyen. Nem voltam mindig ilyen? Hát ilyen nem voltam. Régen nem volt véleményem, hogy régen szerettem a szart. Na, ez a másik, olyan oszcén vagy, hogy ez komolyan nagyon kínos. Jó, oké, most már értem. De te ma tartó, a vágni minden pénzefejezi indokatlanul világnak a jöhetőségeket. És mindenből viccet csinálsz. Nem gondolod, hogy nem csak te számítasz, hanem én is? Kezdem egyetlenül szorul érezni. Az én világban semmi bajom nincs, mint te. Az a bajom, hogy viselkedsz néha. Van. Álljál már egy tényleg. Miért ezt szabad, hogy csinálni? De tényleg szeretsz engem egyáltalán? Szeretsz? Kifogatod, mindig megmagyarázod, hogy én látom rosszul a dolgokat, és egy buta picsa vagyok. Mindig megmagyarázod, hogy én vagyok a hüle, ez remekül menni. Gratulálok! Azt a rohadt életben. Hol volt, hol nem volt, kíváncsiság volt, tőlem is volt, nyitottság is volt, sétálni jó volt, teázni jó volt, hallgatni volt jó, aztán megkóstolt. Idő telik el, napok kelnek fel, én már kevésbé, ő még nem figyel. Most, hogy haverok, én meg jó vagyok, ha meg hozzám szól, inkább lealszok. Viták indulnak, bombák robbannak, lett most szerepe külön ágyaknak. Bármi is legyen, nekem mindenem, te benned lakik, te meg én bennem. Te mit tennél most már, ha újra tennél? Csak te meg én, ahol a szívünk még él. Fáradt duzzogás, elgondolkodás, kérjük elnézést, van megbocsátás. De most előről megint sikerült, nem tudom mitől, vagyok ingerült. Nem lehet ennek most itt a vége, annyi háború, de néha vége. Nekem mindenem, de benned vagyok, nekem mindenem, de meg én bennem. Te mit tennél most már, ha újra tennél? Te meg én, ahol a szívünk még él.
Csinálni akarom, és azt hiszem, hogy ez az most kell. Ez így nem megy. Ez nem így megy, hogy benne van a lampába, és akkor két napot szexelni. Pedig szerintem így megy, mert alig látjuk egymást. Na ez pont ez van, hogy teljesíteni kell. Még a mosogatást, hogy el kell mosogatni, és úgy van. Igen, szerintem el kell mosogatni, amikor szükség van rá. Ha két percet van, akkor annyi, ha egy órád, akkor pedig annyi. Pont ezt érzem rajtad, és ez egyáltalán nem így tippe. Vince, te egy fiú vagy. Én be vagyok indulva, akkor neked ennyire kellének kéne lennie. Nem, 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 nem. Nekem az így nem megy észre, hogy nem tudom. Te is így még kétszer dolog. Akkor sem bízott volt, sőt, ha így nem dolog, de mivel is volt. Nem, én semmit nem kellett át, olyan bölcsös vagy, hogy ez teljesen bebölcsödött. Nem tudom, hogy miért kell ilyen ilyen viszonyátosan akarni. De semmi ügyes nincs. Na, ez valami jól megy, ez nagyon könnyű tényleg, hogy amikor én nem tudok ráhangolódni, akkor te innen ilyen nagyon megértéket volt, csak én is tegyük kéne érezni. Mi megy? Azzal, hogy te a szexuális életünknek a mosogatáshoz hasonlítod? Úgy érzem magam, hogy én egy barát vagyok. Olyan vagy, mint hogy ennek szükség van egy barára a célja elérésében, és én vagyok a barát. Én nem akarok barát lenni. Tudod, hogy három ember szeretne barát lenni? Én szerintem a világon az összes fék. Én nem vagyok az összes fék. Tényleg nem vagy. És ennek én igazán örülök. De én mégis azt szeretném, hogy most hagyd abba ezt a nyomajgást, mert én... Tada! Téged szeretnélek banánomnak. Ez rettenetesen izgatagos. Bye.
sem pedig készültem. Összevesztem az igazgatónővel, aztán beszélgettem a kutyásokkal is, hogy ne szarassák ott a dögöket. Beszélgettem a kisfiammal, mint történt a dolgát. Aztán WC-papírt vettem. Az asszonyat. Lementem a piacra, beugrottam a tuliba. Tényleg hallani szeretnék az egész napomat. Tényleg? Figyelj! Megnézzük este azt a filmet? Tudod, amiért a szerelmem Oscart kapott. Miért kaptam Oscart? Matthew McConaughey-re gondoltam. Connelly? Aha. Vagy Connelly? Én Connelly-nek hívom. Te Connelly-nek hívod, érted ugye a telefonon. Hello, Mr. Connelly. Mondom, és felhívtam, és gratuláltam neki, mikor megkapta az Oscart. Ja. Ó, Matthew. Hello, Matthew. Matthew, oh, Matthew. Connelly, Matthew, Connelly, Matthew! Connelly, Matthew! Connelly, Matthew, Connelly. Oké, szóval jól van. És neked? Nekem is. Voltunk a Robiéknál, tudod, és akkor te ott beszélgettél a Rékán, hogy én meg a Robival. Nincs-e? Igen. Mi van? Semmi. Tök jól dumáltam a Robival, és... Mit csináltál? Nem csináltam semmit. Mind... Hogy hívják? Mi? Mi a neve? Mi van? Ezért vagy ilyen furcsa mostanában. Szóval, az van, hogy Istenem tetszik. Nincs, persze. Igen, tudom, tudom. Mármint, hogy kijöjjön, akkor mégis. Jó. Szóval, kiszoktam magam elég. Sejtettem. Ah, jó, oké. De hogy így sokszor. És azt hiszem, milyen sokszor? Azt hiszem, hogy ez egy ilyen függőség. Mármint, hogy olvastam róla egy csomót, és hogy azt írják, hogy ez egy ilyen függőség. Figyelj, Vince, szerintem attól, hogy kétszer magadhoz nyúlsz, még nem vagy függő. De, jó, igen. Ugye? Ahogy az úgy van, hogy, hogy az agyban termelődik dopamin. Ez egy ilyen jutalmazó rendszer, tehát nem tudom, amikor mondjuk megszerzel valakit, vagy megszerzel valamit, vagy valami jó dolog történik, mondjuk nem tudom én, ha csokit eszel. Tudom, mi a dopamin. Jó, szuper. Szóval, hogy ez ilyenkor is termelődik, ráadásul egészen sok, mármint hogy lényegesen több. És hogy ez ki tud alakítani egy ilyen fikus. 2009-ben akartak csinálni egy kutatást Montrealban, hogy azt akartak mutatni a professzor, hogy milyen hatással van az egyetemista fiúkra a internetes pornó használat, és nem tudta megcsinálni ezt a kutatást, mert nem talált olyan egyetemista fiút, aki nem használta. Tehát ő nem volt kontrollcsoportban, ő nem volt mihez képes. Elég tragikus kettőse. Nem, nem sem. És ez azt jelenti, meg hát a kutatások is ezt mutatják, mert aztán nyilván csinálnak egy csomó kutatást, hogy mindent is jelent. Nem hiszem el. Kettő biztos van, aki nem néz pornót. Jó, igen, kettő talán van. De azért az nem egy kontrollcsoport, mint tudom. Bizonyos kutatások szerint a fiúk általában olyan 10 éves korban kezdik el keresni a pornót. És te is nézel? És azt mondják a kutatások, hogy... És te is nézel? Ez olyan jellegű dopamin termel azokban, mert egy olyan mennyiség.
ami tehát te is nézel? Okoz, mint a heroin, a kokain, mint a drog. Tehát ugyanolyan fizikai jelhatások van. Lince! És mondd tovább. Nem tudom pontosan mit. Találtam egy csávó tanet, mármint ugye egy blogot tanet, mármint egy csávó így, és ő azt írja le, hogy hogyan próbál meg leélni, mert egyébként többen vannak olyan srácok is, akik így úgy döntenek, hogy abba hagyják, és ilyen blogokon osztják meg az élményeiket. És ezen közül a férfiak közé tartozol? Hát ezt most nem biztos, hogy értem, hogy a mindenki közé. Te biztos, hogy nem nézel pornót. De. Új! Áh! Szeretném a közösséget. Ezt nem hiszem el, Lince. Hogy tudtad így a szemembe hazudni? Az egész életed egy kibaszott hazugság. Azért ez egy kicsit túlzás. Hát miért nem ideges vettem, hogy ez nem segítesz? Én nem segítek. Hát megőrülök a gondolattól is, hogy rám is néztél azokkal a szemekkel. Úristen, mindjárt látni fogok. Úristen, miért csináltad ezt? Jó, nem érdekel, hogy miért csináltad. Anyának volt igazán, igen. Úristen, igazán. Hát látnom kellett volna. Hát én hogy tudtam ilyen vak lenni? Én meg azt hittem, hogy nem vagyok elég jó neked. Hogy nem elég vagyok a mellény, hogy már nem vagyok elég fiatal. Hagyd ne, állj, most ne, most hagyd abba, jó? Hagyd abba. Ez nem rólad szól. Jó, nyugodt. Tati, szeretem. Azért mondtam el, mert szeretem. 10 éves koromban kezdtem, semmi köze adnak, hogy hogy nézel ki. Ráadásul szerintem kurva jól nézel ki. És szereted hallgatni, hogy így nyögnek? Az úgy felpörget? Most nem tudok mit mondani. Én azt hittem, hogy te különleges vagy. Én sose értettem, hogy te miért nem akarsz minden este megdugni. És azt sem értettem, hogy hogy létezik az, hogy te úgy is le tudsz feküdni, hogy nem mentél el. Erre kiderül, hogy tényleg más vagy. Mert te nem velem, te a telefonoddal szexelsz, Vince! Ja, a gép se régi, ugye? Csak tele van vírussal, mert azon szoktad bámulni a kis ázsiai tini lányokat, vagy te melyiket szereted, no? Ugye ezt most nem akarod tényleg tudni. De tudni akarom, igenis tudni akarom, jogom van megtudni, meg akarok ismerni a csajt, akivel megcsalsz. Na, hogy néz ki? Biztos gyönyörű nagy mellei vannak, halmas serje. Kérdezd. És ügyes? Igen? Vagy a szopást szereted a legjobban? Ezért nem szoktad hagyni, hogy én szopjalak. Úristen, én tényleg nyárni fogok. És te mondtad nekem, hogy neked érzelmek nélkül nem megy. Kusztustalan vagy, undorító. Oké, okay, figyelj, igazad van, tényleg. Aki, abszolút megérdemlem. Tényleg sajnálom.
csendben hagytál. Ez nem olyan, tudod, ez nem olyan, amit nem lehet elmondani. Én meg azt hittem, hogy nem vagyok elég jó neked, és igen, tényleg nem vagyok jó. Hát most mutatod, hogy 10 éves korodban, akkor én sose voltam neked jó, Úristen, Jézus! Ki vagy te? Ki vagy? Érzés. Mi? Mi az a érzés? Tényleg állják már a könyörgőn, mi történik? De komolyan, elmondom, hogy segítségre van szükségem. Hogy végre rájöttem, hogy az, amit eddig semmiségnek gondoltam, hogy valószínűleg az okozta az összes parákat. A tudtomon kívül. És elejtődött az anyámmal, remélem büszke vagy magadra. És akkor nézed, amikor én alasszom? Nem állj, hogy most tényleg megkérdezed! És hol szoktad? Nem teljesen, teljesen mindegy. Igazi társadalmi érezek. Baszik, te vagy az egyetlen ember, aki tudnak nekünk megjelenni, és senki másnak meg tudnak tudnak megjelenni, és így reagálsz. Nem erről van szó. Miről van szó? Szuperkötött is volt, hogy elmondtam. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy van egy lány, aki együtt van veled pár éve, és ennek a lánynak te nem tudtad azt mondani, hogy figyelj kismert, én amúgy pornofüggő voltam, tudod, csak ezt a titkoltam. Álljál már, de tényleg! Egyik fogalmam sem volt, hogy ez létezik, másik pedig mindenki csinálja. Engem nem érdekel. Csinálja, és azt se érdekel, hogy te csinálod, ha elmondtad volna. De azt mondta le! Ez kvázi nagy csalás. Mi van? Milyen megcsalás? Ne már! Most biztos azt várod, hogy megsajnálok. Hát hiszen szegény kisfiú, te megbántad védkeidet, én majd feloldozlak. A szevasz menj Isten hírével, figyelj, én rábízni is a bírótokat. Én nekem hány émerem van, olyan, mint hogy megöltél volna. Hagyd már, álljál le! Állj le! Hagyd abba! Tényleg olyan, mintha megőrültél volna! Nyugodj meg! Tényleg így kell erre magát, hiszen... Mert egyszer, ugye? Te sohasem mi rosszat nem tettél! Te mindenki számára egy olyan kulatta példaként vagy! Én vagyok a rohadt félek az ugeci, és te ezt egész szerencsétlen szentületi, de jól rávasztál vele! Tényleg nem hiszem el. Mit fasz kellett volna csinálnom? Mondd el! Mit kellett volna csinálnom? Elmondtam meg! Én mondtam meg! Nem te jöttél rá! Nem tudom visszacsinálni! Nem, azt nem meg! Sötét szobában ülök, monitor előtt, fehér fénynek az arcomban. Kezeim izzadnak, a légzésem egyre gyorsul, pulzusom emelkedik. Az élettelen gép előtt ülök készen rá, hogy kielégítsem a fákjaimat, amik egyre rosszabbak lesznek. Megsütöm a dopamin receptoraimat abban a kémiai ürületben, ami az agyamban előáll. És ezzel mindent az életben elnyom. Teljesen máshol vagyok már. A külvilágot kizártam. Senki és semmi ne zavarja most.
Mindjárt következik az az érzelemmentes zsírbasztó, de örömöt egyáltalán nem nyújtó orgazmus, ami 5 másodpercnyi örömöt ad. El is felejtem, miért megtörtént. A kezemben markázom a zsebkendőt, amit említettem. Azt az energiát, ami elővíz az életben. Nem maradt más, csak az üresség. Visszazudok a kegyetlen valóságba. Abba a valóságba, ami elől menekülni akartam. A film még mindig megy. Most a legrosszabb rész. A megbánás. A bűntudat. Megpróbálom kitörölni a fejemből az egészet. De nem. Azon gondolkozom, most hogyan kezdődött? Csak megnéztem egy képet. Azt hittem jobban leszek. Csak ránéztem a kedvenc weblapomra. Megígérem, hogy ez volt az utolsó, és többet nem csinálom. Most még erősebb leszek. De persze minden kezdődik.